Ma egy különleges mintájú, jó meleg téli sapkát fogunk készíteni. Legjobban középvastagságú pamutból érvényesül, de mindenkinek saját választása szerint, hogy melegebb vagy kevésbé meleg sapkát akar készíteni. A fonal vastagságához képest megfelelő horgolótűt választunk, és láncem sorral kezdjük az egész sapkát. A láncem sor hossza legyen nagyobb, mint a fejkerülete, mivel a sapka mintájának a fonásánál ez a bőség csökkenni fog. Ha megcsináltuk a láncemsort, akkor a láncemsort gyűrűbe kapcsoljuk össze. A láncemsor összekapcsolását egy hamis rövid pálcával végezzük, amit egy láncemmel lezárunk. Innen kezdjük el a mintát készíteni. Magasításnak csinálunk két láncemet, és minden láncembe öltünk egy fél pálcát. A fél pálca úgy készül, hogy egy ráhajtás, beleszúrunk a láncembe, és mind a három szálat egyszerre húzzuk le, nem kétszerre úgy, mint az egy ráhajtásos pálcáknál. Így haladunk körbe, a sor végén összekapcsoljuk szintén az első pálcával. A második sorban magasításnak csinálunk egy láncszemet, és a mintát folytatjuk félpálcákkal. Mégpedig úgy, hogy az előző sor pálcáiba hátulról öltünk bele, nem a pálcák tetejébe. Így készítünk 6 félpálcát. Mint már mondtam, a félpálca úgy készül, hogy egy ráhajtás, és a három szálat egyszerre húzzuk át. 6 pálca után készítünk 15 láncszemet. A 15 láncszem után kihagyunk az előző sornak 15 pálcáját. És a 16. pálcába csinálunk fél pálcát. Ugyanúgy a 16, 17, 18, 19, 20, 21. pálcába is készítünk egy fél pálcát, szintén úgy, mint az előbb, hátulról beleöltve az előző sor pálcáiba. Ez tulajdonképpen egy minta. A láncszemeket a kezdő sorban legjobb, ha kiszámoljuk úgy, hogy pontosan kijöjjenek a minták. Vagyis 6 félpálca, 15 láncem, az 21. Vagyis úgy, hogy a láncszemek összege osztható legyen 21-jel.
Az egész sorba körbe ez fog ismétlődni, 6 fél pálca hátulról beleöltve az előző sor pálcáiba, 15 láncem, 15 pálca kihagyva. A sor szintén egy hamis rövid pálcával kapcsoljuk össze. A következő sorban magasításnak ismét egy láncszemet és 6 félpálcát készítünk az előző sor 6 félpálcájába, amit szintén hátulról öltünk belé, nem a pálcák tetejébe. Amikor a 6 pálcával elkészültünk, elérkeztünk a 15 láncemes ívhez. A 15 láncemes ív minden láncemébe készítünk egy-egy fél pálcát, vagyis 15-öt. Ez ismétlődik körbe, vagyis a minta így szól, hogy 6 félpálca az előző sor 6 félpálcájába, és 15 félpálca az előző sor 15 láncszemes ívének minden láncszemébe. Tulajdonképpen ebből a két sorból áll az egész minta. A sort ismét egy hamis rövid pálcával kapcsoltuk össze, és megint előről kezdődik a minta. 6 félpálca az előző sor pálcáiba hátulról beleöltve. Tizenöt láncem. Az előző sor 15 pálcája kihagyva, és megint 6 fél pálca az előző sor 6 fél pálcájába hátulról öltve. Itt a 15 láncszemes ívek ilyen ritka rácsos struktúrát alkotnak majd. Amikor elértünk a sapkának a megfelelő magasságához, akkor kezdjük a minta fonását.
A 15 láncszemes ívekbe készült pálcákból fogjuk megfonni a mintát. Egy egyszerű fonással, ahogy a videón is látjuk, majd hurkoljuk át ezeket a szalagszerű részeket. Egyszerűen átbújtatjuk egymáson ezeket a szallagocskákat, egymás után egyenként, és ezekből alakul ki aztán a sapka hosszájában lévő fonásszerű minta. Körbe-körbe átfonjuk az összes 15 láncszemes szallagocskákat. Az fonásnak az alsó része, ahol kezdtük a fonást, az lesz a sapkának a széle, és az a rész, ahol befejeztük a fonást, ahol a fonásnak vége van, az lesz a sapkának a teteje.
Mikor körbe elkészültünk az összes fonással, akkor jöhet a szegély meghorgolása, befejezése a szegélynek és a sapka tetejének a befejezése. Először kezdjük a sapka szélének a meghorgolását. A fonalat hozzá kötjük az öt pálca első pálcájához. És a hat pálcába készítünk félpálcákat. Itten a pálca, az előző sor pálcáknak a tetejébe öltünk, nem hátulról öltünk bele a pálcákba. Megcsináltuk a hat pálcát. Akkor a hurgoló tűvel áthurkoljuk a fonásnak a két végét. Egy fél palca és két fél palcával aláöltve áthurkoljuk. Ismét hat félpálca, az előző sor hat félpálcájába, úgy, mint az előbb, a pálcák tetejébe öltve. Megint a fonásnál két fél pálcával összefogjuk a két fonás véget, és ezt ismételjük az egész soron végig. A sort ismét egy hamis rövid pálcával zártuk le.
A következő sorban a passzét kötjük, horgoljuk meg, mégpedig úgy, hogy félpálcákat készítünk úgy, hogy két félpálcát előről öltünk bele az előző sor pálcájába, kettő félpálcát pedig hátulról öltünk bele az előző sor pálcáiba. Ezt ismételjük végig a soron. Ez a sor ismétlődik 3-4 soron keresztül, attól függ, hogy milyen széles szegélyt akarunk a sapkának tetszés szerint. Ezután következik a sapka tetejének a befejezése. Itt is a fonalat hozzákötjük a 6 pálca első pálcájához. És szintén félpálcákkal dolgozunk, úgyhogy hátulról beleszúrjuk az előző sor pálcáiba. Itt fogunk fogyasztani. Nem, még az, ebben a sorban még nem fogyasztunk, majd a következőben. A 6 pálca után a fonást átugorjuk, kihagyjuk, és szintén a következő 6 pálcába készítünk 6 fél pálcát, természetesen hátulról beleöltve. Így folytatjuk körbe-körbe az egész soron. 6 fél pálca hátulról beleöltve az előző sor 6 pálcájába. A fonást kihagyjuk, és mögötte ugrunk át a következő 6 pálcába. A következő sorban is így fogunk készíteni félpálcákat, amíg el nem érjük a fonás végének a magasságát. Ez körülbelül 2-3 sor.
Itt, mikor már elértük a fonás végének a magasságát, akkor a fonás végét hozzá fogjuk erősíteni a horgoláshoz. Egy fél pálca bele a fonás végébe és az előző sor pálcájába, ezzel rögzítve a fonás végét. Utána a következő pálcába, és egyszerre lehorgolva. Itten már készítünk egyráhajtásos pálcákat, és úgy, hogy fogyasztunk is a sorban, mégpedig úgy, hogy az első egyráhajtásos pálcát félig lehorgoljuk, és a másik pálcával együtt horgoljuk le egyszerre, vagyis kettő egyszerre befejezett egyráhajtásos pálcákkal megyünk körbe, ezzel szűkül a sapka kerülete a tetején. Ne felejtsük el, minden fonás végét hozzáerősíteni a horgolásunkhoz. A sor végén szintén rövid pálcával lezárjuk a sort, hagyunk egy hosszabb darabot a fonalból, elvágjuk, tűbe fűzzük, és befejezzük a sapkát úgy, hogy minden pálcába öltve a pamutot összehúzzuk a sapka tetejét. A sapka tetejére tehetünk díszgombot, vagy horgolt virágot, vagy behorgolt gombot, de mi most készítünk egy horgolt kis gömböt. Mégpedig úgy, hogy láncemből készítünk gyűrűt, vagy ha nem láncemből, akkor úgy is lehet, hogy párszor az ujjunkra csavarjuk a pamutot, és ez lesz a gyűrűnek az alapja. Ezt körbehorgoljuk rövid pálcákkal több soron át, úgy, hogy nem a rövid pálcákba öltjük a következő sor rövid pálcáit, hanem minden sor rövid pálcáját a gyűrűbe öltjük bele, ezzel a gyűrűn a lyuk is megtelik pálcákkal, és szép gömböcske alakul ki.
Nem marad más, csak hozzávarni a kis gombót, és ezzel elkészült a jó meleg sapkánk.